Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mindjárt magamra találok, de pár órával ezelőtt még aszófőn egy fán lógtam. És hát látva, meg tudva, hogy itt a Pasarét környéke, hogy és mint van föltúrva, amit valamikor még májusban kezdtek, vagy április végén, hát a kocsit leraktam, és szépen itt a hátsó utakon ide gyalogoltam. Köszönöm a meghívást. Két oka volt, hogy elfogadtam. Az egyik, amikor a Balázs Péter úr fölhívott, és elmondta, hogy van ez a társaság, akkor a Bibó István iránti tisztelet azt parancsolta nekem, hogy ennek a felkérésnek feltétlen tegyek eleget. Soha nem fogom elfelejteni, amikor a fia a parlamentben megkeresett és arra kért, hogy mutassam meg azt a szobát, ahol az édesapja, a bevonult szovjet erők felügyelete vagy tolakodása alatt vagy mellett még gépelte a gépelnivalóját, mint államminiszter. A másik ok az valóban a napra 30 évvel ezelőtti esemény, és úgy gondoltam, ha már az elmúlt 30 év egyetlen egy kormánya sem méltatta és ünnepelte meg a határnyitás évfordulóját, magát a napot, szeptember 10-11 fordulóját, akkor ha ez a társaság pont ezen a napon tart gyűlést vagy megbeszélést, akkor én, mint a civil szféra egyik jelentős szereplője, szívesen vállalok itt el fellépést, és mondom el azt, amit hát ma már nagyon sokan tudnak, de talán rosszul. Úgyhogy ez volt a másik indok, amiért elfogadtam, hiszen ha végig tekintünk az elmúlt 30 éven, akkor nem fognak találni egyetlen egy olyan kerekévfordulókról beszélek, 5, 10, 15, stb., amikor szeptember 10-11-et méltó módon megünnepelte volna a kormány, a mindenkori kormány, vagy maga az ország. Egy-két cikk megjelent az újságokban, de amikor szocialista, liberális kormányok voltak, akkor mindig a június 27, ez az a bizonyos ollóvágós eset, amikor pedig jobb-jobb középkormányok voltak hatalmon, akkor mindig a piknik a méltó ünneplési alkalom. Mind a kettőnek volt szerepe, de ha nem a folyamatában látjuk és helyezzük el az eseményeket, akkor bizony félrevezetjük magunkat is, a közvéleményt is, meg az országot is. A külföld nem tud velünk mit kezdeni, hát hogyha ezek ezt ünneplik, akkor ünnepelünk velük és eljövünk. Tehát amikor 2009-ben, a 20. évfordulón, június 27-én a parlament felsőházában egy nagy ünnepségen megemlékezik a kormány, akkor Horst Köhler a német államelnök, és ő vezeti a német delegációt, és ott vagyunk. Amikor 25 éves évforduló van, én elmentem Sopronba, és akkor is Angela Merkel jött oda, de mint ahogy akkor elfelejtettek a bánya, milyen bánya az ott? Brenner bánya, ott van egy koncertterem. Mint ahogy oda elfelejtettek meghívni, hát az ember a hivatalos programon részt vett, fogta magát, beült az autójába és hazament. Most is kaptam egy meghívót, de nem a templomi megemlékezésre. Balog, mi volt miniszter úr, fölhívott, és azt mondta, hogy lesz előző nap egy konferencia, és szívesen látnak. Hát mondom, én eddig mindig ott voltam, ha nem voltam külföldön, most is eljövök.
És akkor egy nagyon furcsa dolgot hozzátett. Bár őt a fideszes barátai, bár ő most már nem kormánytag, mondom, tudom, figyelmeztették, hogy nem biztos, hogy meg kell ide hívni a Németh Miklóst, mert lehet, hogy beszól nekünk. Hát mondom, ezt jól gondolták a fideszes barátaid, mert én mindig is szuverén ember voltam, és ami véleményem volt, az soha nem rejtettem véka alá. Majd eltelik jó néhány hét, és kapok egy látogatót Berlinből, egy delegációt, akik a Konrad Adenauer Stiftung vezetőségéből, megbízásából kerestek meg, azzal, hogy 5 évente úgynevezett aranymedált adnak az arra érdemeseknek, és a vezetőség az idei évben úgy gondolta, hogy ezt az aranymedált nekem adják. És hát elfogadom-e. Most a budapesti iroda egyik munkatársa kísérte őket oda le hozzám, és az benyúl a táskájába, és elővesz egy pár oldalt, hogy íme, itt pedig a páneurópai piknik programja. Hát ránézek, és a következő címet látom. Minden résztvevőt, azt egyeztette velem a Balog úr, minden résztvevő stimmel, de a cím az így hangzik. Te már, Péter, idézted a kritikus részt, összeomlás, ugye? Áttörés, összeomlás, kibontakozás, stb. Ott egy nyúlfarknyi toldalék még. És hát ugye látták a szememen meg az arcomon a döbbenetet, mondom, ki adta ezt a címet, és kivel egyeztették ezt? Hát miért, mi a baj? Hát mondom, mind az első szó, áttörés, persze áttörtek, de nem volt már szöges drót, nem a drótot kellett áttörni, majd kicsit később visszatérek rá. Összeomlás, kiomlott össze? Hát a határőrség nem tudta fel, maguk ezt így gondolják? Hát csak nem azt akar, de mondom, azt akarom mondani, én még egy olyan iskolában nőttem fel, és olyanokhoz tartozom, akik, ha meghívnak engem valahova, akkor egyeztetik velem a résztvevőket, meg egyeztetik a címeket is, meg ez történt a mai megbeszélésen is, ottan leveleztetek egymással, jó pár e-mail váltást láttam. Hát ez így szokás. Na most ezek után fölhívtam a Balog urat, és elmondtam, hogy ide nem megyek el, mert ez így nem kóser, ahogy mondani szoktuk. Én nem legitimálhatom a részvételemmel ezt a fajta hamisítást és félrevezetést. De hát ott lesz holnap, másnap Merkel is. És mondom, arra hol van a meghívó? Tehát nem szeretnék egy sértett ember pozíciójából itt beszélni. Én nagyon örültem neki, hogy nem kellett oda vezetnem meg vissza. De hát a magyar kormány engem elfelejtett arra a megemlékezésre meghívni. Lelkük rajta, én meg vagyok enélkül is. És hát... hogy is mondjam, bizonyítványt inkább azokról állít ki, akik ezt a 30 évet így és ilyen módon elferdítették. Ferde volt az is, amikor a drótvágást ünnepelte és ünnepeltette a kormány, és ferde volt a páneurópai piknik ünneplése is. Az egy nagy marhaság, hogy valaki azt meri magának vindikálni, hogy ő a határnyitó, nem Németh Miklós a határnyitó. Én voltam a kormányfő, persze, nekem kellett bizonyos döntést meghozni, meg döntéseket meghozni. Na de kérem, hát ebben rengetegen részt vettek, belföldről és külföldről egyaránt. Hát ez egy csapatmunka volt.
és mögöttünk állt a magyar nép. Belpolitikai kockázata ennek akkor nem nagy volt. Már egy éve vagy másfél éve ott volt a világútlevél minden magyar zsebébe. Most ne gorennyézzünk, mert az egy másik történet. De magyarok nem akarták elhagyni az országot. Nem jelentették a határőrök, hogy tehát tucat, egy évben egy tucat, vagy annyi se. Ezért belpolitikai kockázata, nem? A külpolitikai, biztonságpolitikai kockázata annál több volt. És ezt kellett nagyon gondosan, patika mérlegen kicentízve bemérni. A beméréshez az első lökést, bármennyire is furcsa, a Kárpátok géniusza adta nekem. Ez Ceausescu, a falurombolási terve, és az előle menekülő, zömében magyar, de román állampolgár, magyar nemzetiségűek, de román állampolgárok, szászok, még egy-két zsidó nem is akadt köztük, de zömében 99%-ban magyar honfitársaink, vagy vértestvéreink. Úgyhogy én, amikor 88. november végén leteszem az esküt, december 6-a, 7-e környékén már a harmadik menekültábort kell megnyitni és finanszírozni. A költségvetésben erre egy fillér nem volt félretéve. Tehát úgy kellett összekaparnom. És amikor hazamegyek karácsony előtt a szüleimet meglátogatni, akkor édesanyám azzal fogad, hogy jaj, kisfiam, hallanád, miket beszélnek a boltba? Mondom, mit? Hát, azt jobb, ha nem tudod. És akkor keresztanyám is ott ült, és mondom, mondja, akkor maga keresztmama, hogyha anyu szégyelli. Hát, fiam, van, aki csúnyán veszi a nevét, a nevedet a szájára, van, aki egy kicsit finomabban, de azt mondják, hogy hát, innen származik közülünk, de csupa népnyúzó intézkedést foganatosít, emeli nekünk az árakat, stb. Meg eteti a románokat. Mármint a menekült. Hát ezt bemutatta a televízió. És akkor kapom, Daskalescu-nak hívták az akkori román miniszterelnököt, kapom a leveleket, hiszen november 24-e után vagyunk, amikor a kormány nevében Pozsga Imre a demokrácia csomagtervet előterjeszti a parlamentben. Én is interjúkban jogállamról, piacgazdaságépítésről és hasonlókról beszélek. És Daskalescu azt írja nekem, hogy hát akik jogállamról papolnak, azok tartsák be a nemzetközi szerződéseket, hiszen kétoldalú szerződés van Magyarország és Románia között, miszerint a 30 nap turisták, 30 nap letelte után, ha valaki nem tér vissza a hazájába, akkor azt akár adminisztratív eszközökkel is vissza kell terelni, toloncolni. Hát kérem, egy hétbe tellett a miniszterelnökségen a határozat előkeresése. Idősebbek talán emlékeznek erre a névre. Borbándi János miniszterelnök helyettes írta alá 1969-ben, titkos, nem kihirdetett, az elnöki tanács persze ráütötte a pecsétet, és valóban ez állt benne, amiről Daskalescu ír nekem. Úgyhogy ott állok megfürödve. Jogállam? Akkor ennek megfelelően viselkedjünk. Akkor vissza kell, ha tisztelem a jogot, még ha rossz is az a jog, akkor vissza kell toloncolnom a magyarokat vissza Romániába. Úgyhogy a megoldás, és ez váltja ki, ez egy kulcsmomentum, ez vált ki sok mindent később, a megoldást, amikor
az ember nem tudja az kisujjából kiszívni, akkor a nálánál okosabbakat hívja maga köré, és kérdezi meg őket, hogy hát ez a problémám, mit kell tenni, mit lehet tenni. Úgyhogy valaki Lászlótól kezdve a nemzetközi joggal jó viszonyban álló szakemberek ott ültek nálam, Kulcsár Kálmán az igazságügy részéről a csapatával, és egy hét múlva visszajöttek. És azt mondták nekem, ebből a kiút egyetlen egy, ebből a csapdából, csatlakoznunk kell a menekültekről szóló Genfi egyezményhez, és az azt kiegészítő New York-i protokollt is alá kell írjuk, ugyanis Románia is, Magyarország is ENSZ tagország. Egy kétoldalú szerződést, még ha az titkos is, egy nemzetközi, az ENSZ védőernyője alatt lévő, az felülírja. Úgyhogy ez történt. De rögtön jött, hogy hát, de ez sok pénzbe fog kerülni. Na ez volt a másik, ugye? Nem elég, hogy nincs jó költségvetése az országnak, mert én azt tudtam az első pillanatban. Ugyanis Grósz Károly, miután eldöntötte, hogy lemond a miniszterelnökségről, fél évig kampányolt, az országot járta, kandidátus nevekkel. Fél év után az államaparátus az lábhoz tett fegyverrel állt. Ráadásul kinevezett egy olyan pénzügyminisztert, Villányi Miklóst, egy kitűnő agrárközgazdász, aki költségvetést életében nem látott, meg adópolitikát. Hát ő egy agrárgazdasági szakember volt. Úgyhogy én december elején, amikor magam meglátogatom Szabó Kálmánt, az akkori Költségvetési Bizottság elnökét, volt rektorunkat, itt többen ülünk, akkor azt mondom neki, hogy Kálmán, várom a segítségedet. Miben? Hát, mondom, nincs költségvetése az országnak. De át kell vegyünk valamit, vagy verjünk valamit, mert különben ugrás a gödörbe. Úgyhogy én három változatot fogok csinálni a hétvégén. Beterjesztjük mind a hármat. Egyik se lesz jó, meg megalapozott. Ti csinálhattok belőle egy negyediket. El fogjuk fogadni, de nem később, mint május. Pótköltségvetésre lesz szükség. Nem így is lett. És ezután ebben a pénzszűke világban hát megegyezek az arra illetékesekkel, hogy itt pénzt felújítani a határzárat, a határon, én pénzt erre nem látok, sőt, amit beírtatok, azt is kihúzom. Nem az én ötletem volt, mármint a vasfüggöny probléma. Én úgy szereztem róla a tudomást, hogy 87-ben, az idősebbek megint emlékeznek rá, szabad pártnapokat rendeztek egy-egy munkahelyen. És akkor én elkerültem, azt a beosztást kaptam, hogy menjek a határőrség pártbizottságához ezt a szabad pártnapot megtartani. És ott kitűnő embereket ismertem meg. Székely János, parancsnok, Nováki Balázs, törzsfőnök. És hadd ne soroljam, Vidus Tibor. És a pártnap végén behívnak a szobába, és mutatják nekem, hogy hát ők 87-ben már az asztalra tettek egy anyagot, és ez az anyag, hát gyorsan átlapoztam, ez három változatot tartalmazott. Felújítás, teljes felújítás, na de nem szovjet technikával és technológiával, hanem nyugatival, ki sem merem mondani az összeget. Importvonzatok miatt. Részleges felújítás, de hát az csak arra jó, mint halottnak a csók. Tehát ugyanolyan problémás lesz a rendszer. Vagy bontsuk le a határzárat, és úgy, ahogy a nyugatiak őrzik a határt, tanuljuk meg, és csináljuk meg mi is. Tehát én 87-ben kapok erről tájékoztatást, vagy információt,
Tehát nem légből kapott a gondolat, amikor én 89-ben kihúzom a költségvetésből, mert szükség volt arra a kis megtakarított pénzre is, ami abból a rubrikából előkerült. És hát csatlakozunk a Genfi Egyezményhez. Első külföldi utam, mert ezzel is üzenni akartam az országnak. Noha az szövegén, papírján alig száradt meg a tintat, Stukalin már ott állt a moszkvai meghívóval a szobámban, hogy menjek Moszkvába. Mondtam, hogy köszönöm a meghívást, el fogok menni, de nem most. Miért? Hát mert nincs költségvetés, magyaráztam. De fejemben az járt, hogy hát ha észreveszi ez az ország, hogy nem Moszkvába megy ez az ember elsőnek, hanem én egy egynapos munkalátogatást szerveztettem meg a külügyesekkel Ausztria kancelláriával. Nagycenken kezdtünk reggel, ott ebédeltünk, majd Rusztra mentünk át Burgellandba, és ott vacsoráztunk. Úgyhogy az első külföldi, aki tőlem hallja, hogy lebontjuk a határzárat, az Franz Franicki. Kérem szépen, PB még ekkor nem döntött meg a kormány se, de már ez volt a fejünkben. Meglepődött, szarkasztikusan mosolygott, nagyszerű, hogy megtakarított ennyi pénzt a miniszterelnök úr a saját költségvetésébe, de ezzel a döntésével ugye tudja, hogy berakott az enyémbe legalább ennyit pluszként, hiszen innettől már másképp kell az osztrák-magyar határt nekünk is figyelni és őrizni. Drog, fegyverkereskedés, prostitúció, emberkereskedelem, és így tovább. Úgyhogy megállapodunk a szorosabb együttműködésbe. És a második utam, ez valóban Moszkvába vezetett, március 3. Rizskov akkori miniszterelnökkel végzek, mondom neki, hogy nekem még van 5 súlyos ügyem, kiküldve mindenkit. Felsorolom, azt mondja, ezekben egyikben sem vagyok kompetens, de megígérem, hogy ezt Mihály Szergejevicssel tárgyald meg, megígérem, hogy átszólok neki, míg odaérsz. Úgyhogy megtette. A 20-25 percesre tervezett, hát amikor a pápát meglátogatják. Ez egyébként nem csak szocialista gyakorlat volt, kérem. Ma is gyakorlat nyugaton. Hát tessék megnézni. Megválasztanak valakit, demokratikusan, demokráciában. Az első útja hova vezet? Washington. Hát a keleti blokkba az első útunk Moszkvába vezetett. Hát a pápát meg kell tisztelni. Na most, hát én 86-ban ismertem meg, vagy még 86-ban ugye ő főnök, még korábban 84-ben, amikor ő egy 10 napot tölt el Magyarországon, még mint agrártitkár. Mihály Szergejevicsről beszél. Mert őt az érdekelte, agrárügyekért felelős személyként az akkori szovjet vezetésben, hogy a jó Istenben van az, hogy nekünk van csernozium, nem is kis mennyiségben, valamikor Európa meg a világ éléskamrája voltunk, nálunk üresek a polcok, nálatok meg tele van a bolt áruval. Pedig nektek csak alig van egy csernoziumhoz hasonlítható kis területetek itt Fejér megyébe, ami megüti az alsó szárát, aranykorona értékről beszélek, a mi földjeinknek. Úgyhogy egy 10 napos programot szerveztünk neki, és én kísértem, tehát én nekem az ismeretségem onnan volt. Kísértem őt az állami gazdaságokba, TSZ-ekbe, sőt, magán háztáji gazdaságokat is meglátogattunk. Úgyhogy amikor kezdem neki sorolni a dolgokat,
Hát az első az volt, hogy március 3 és februárban hosszas, többmenetes veszekedés után sikerül a KB-ban elfogadtatni a plurális koncepció jegyében az elvi egyetértést a több pártrendszer bevezetéséről. Hát már januárban a kormány az egyesületekről szóló törvényt már jóvá hagyatja a parlamenttel, gyakorlatilag már az utat nyit a több pártra, a pártrendszernek, de a KB-ban végül egy ilyen döntés születik. Most én tudom, hogy engem megszoktak fricskázni, cikizni. Igen, mi akkor, akik a KB-ban a reformokért, meg az előre mozdulásért dolgoztunk, mi nem rendszer. Ha kiejtem a számon azt a szót, hát tessék elképzelni, Veres Józsefre emlékszik még valaki? Hát előhúzza a Stukkert a zsebéből és lelő. Az öreg tömpe. Hadd ne soroljam tovább az öreg ortodoxokat. Modellváltásról beszéltünk, persze, mert a szocializmusnak egy új modell. Grosst úgy lehetett meggyőzni erről, hogy ő azt mondta, hogy igen a több pártrendszerre, de csak az MSZMP vezető szerepével. Tehát úgy lehessen csak koalíciót kötni a szabad választás után, hogy abból az MSZMP-t nem lehet kihagyni. Hát ez fából vaskarika. De hát kit érdekelt akkor, hogy milyen kompromisszumok árán megy? Csak menjen át. Úgyhogy én erről tájékoztatom elősőként a Mihály Szergejevicset. Itt vitába összeakasztjuk a bajszunkat, de baráti módon, mosolyogva. Mert ő mondta, hogy nem ért egyet a több pártrendszerrel. Nem ott van a hiba. Én hiába mondtam, hogy mi 47-hez kell visszamenjünk, ott vesztettünk utat, a keresztútat ott vesztettük el. Ő meg azt mondta nekem, hogy a NEP politikájához kell visszamenni, mert ott vesztette el. Sztálin azt gyalázta meg, a lenini NEP politikát. Úgyhogy, jó, mondom, azt én most nem tudom neked megmondani, hogy mikor, de hogy belátható időn belül Magyarországon több pártrendszeri alapon demokratikus, szabad választások lesznek, az biztos. És mondom, itt jött az én csavarom, és mondom, Mihail Szergejevics, mit fogsz te csinálni? Ha egy veled, mert ha én vagyok, ezt a metaforát használtam, mondom, én vagyok Gábriel Arkangyal, aki nem vagyok. És a legjobb angyalok a minisztereim, akik szintén nem a legjobbak. 40 év egy pártrendszer után bennünket ez a nép ki fog akkor bólintani a hatalomból. És mit fogsz csinálni, ha egy veled ellenséges vagy nem barátságos koalíció fedezi fel, hogy egy atomrakéták tárolva Nagyvázsony térségében, Franciaország és Észak-Olaszországra irányítva, amihez semmi köze Budapestnek, tehát nem, még csak nem is Mátyásföld kontrollja alatt állt, hanem direkt moszkvai parancsnokság alatt. És még itt van körülbelül 100 000 szovjet katona családtagokkal együtt. Mit fogsz csinálni? Ez a mozzanat, ez a pillanat, ez becsukom a szemem, ma is előttem van. Karfa, megragadta a karfát. Miklós, amíg én ebben a székben ülök, 1956 nem ismétlődik meg. Mi már előtte hallottunk Sevardnadzétől, sőt magától Gorbacsovtól is a Brezsnyev doktrína halálát körbeíró mondatokat. Ugye? 87 végén Belgrádban mond egy ilyen beszédet, maga Gorbacsov. Sevardnadze februárban, én márciusban vagyok ott, a Donbassban. Na de ezt a mondatot a Gorbacsov szájából hallani, hát ez egy óriási üzenet volt.
És akkor szót követett, és mondja, hogy jó, értem, egyetlen egy mondatot erről, hogy te a szovjet csapatok kivonását, az atomrakéták kivonását fölvetetted, még a politikai bizottságnak szóló jelentésben sem írhatsz le. Add a kezed rá. Első kézrázás. Egyébként, hogy nem mesélek, tessék megkeresni Mohai Lászlót, az egyik tanácsadómat, meg a gyorsíró titkárnőmet, Krivicki Istvánné Pannikát, még mind a kettő él, és az, amit most tőlem hallanak, ők szó szerint meg fogják erősíteni. Ne nehezítsd ugyanis, mondja, ne nehezítsd ugyanis az én helyzetemet az amerikaiakkal folyó, Bécsben, Genfben folyó tárgyalásaimon. Ezt meg kellett értsem, kezet is adtam rá, és ekkor jöttem én. Mondom, én értem ezt, nem is fogok róla beszélni, meg nem írunk semmit sehova, de tegyél meg te is egy gesztust, hogy bízzunk egymásba. Ezt a mondatot használtam, bízzunk egymásban. Valamikor a tavasz folyamán, mondom, én sajnos nem voltam katona, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy melyik a nagyobb, az ászló, a század, vagy a mit tudom én mi. De egy egységet vonjatok ki véglegesen Magyarországról, amit mi az újságokban még így mutattam, ilyen, mondom, az újságíróktól ezt hallom, hogy ez a mínuszos hír. Ez a kis nyúlfaroknyi közleményben meg lehozhatunk. Ő is kezét nyújtotta. Úgyhogy így történt. Hazajöttem, hogy teljes legyen a kép, tehát ez a harmadik téma. A negyedik téma természetesen a vasfüggöny volt, amit mondtam, hogy úgy döntöttünk, hogy lebontunk. Ez volt a másik meglepetés. Egy, látom, itt ül Kovács úr, ő tudja, hogy kiről beszélek majd. Sah Nazarov ült a Gorbacsov mellett, a Sah Nazarov névre hallott tanácsadója, és így ránézett, így széttette a kezét, azt mondja, hát megoldják másképp. Nem tudom, hogy mi ebbe. Van ebbe? Te látsz ebbe valami problémát? Én csak annyit válaszoltam neki, hogy én se látok, meg gondolom a Sah Nazarov úr se, hogy a reakció, vagy elvtárs akkor a reakciójából kiveszem, de majd Prágában, Berlinben és Bukarestben, meg Szófiában ott egyre többen fognak ebben nagy problémát látni. Ez legyen az ő bajuk, mondta Mihály, legyen az ő bajuk. És hát az ötödik téma az a külpolitikai nyitáscsomag volt. Tehát tájékoztattam, hogy felveszük a diplomáciai kapcsolatot Dél-Koreával, Chilével, Dél-Afrika felé nyitunk, a Vatikánnal helyreállítjuk a diplomáciai kapcsolatot. Még Tajvant is bepörgettem neki, és hát mondom, hogy egyensúly legyen, majd az Arafatot is hívjuk Budapestre. Hát, ő is meglátogat majd bennünket. Úgyhogy erre a csomagra meg már csak annyit mondott, hogy a pápával nagyon vigyázzatok, a pápával nagyon vigyázzatok. Úgyhogy ez az öt tárgyalási téma. Na most... Én leszálltam a gépről, megint csak azt tudom mondani. Én merem állítani, hogy Magyarország legnépszerűbb embere lettem volna, hogyha ott áll a sajtó, mint ahogy ott állt. És azt mondom, hogy hát megjöttem, tessenek csak ide figyelni. 1, 2, 3, 4, 5. És felsorolom ezt az öt bombát. Na de hát a politika, amikor az ember bizalmat kér és bizalmat ad, az nem úgy működik. Nem lehet. A téglát téglára kell rakni. Nagyon nehéz bizalmat felépíteni.
Ezt tessenek nekem elhinni. Nekem sikerült a keresztény demokrata unió, keresztény szocialistákkal is és a CDU-sokkal is. Nem beszélve a Lübberszékről, a Torikról és így tovább. Itt zárójelbe jegyzem meg halkan. A legnehezebben tetszenek tudni, kikkel bántam? A német szociáldemokratákkal. Azok fafejűbbek voltak, mint némely reformgondolkodású Moszkvában. Ez az igazság. Tehát bizalmat bizalomért. Hazajöttem, szóltam a belügynek, a határőrségnek. Nosza, teszteljük Gorbacsovot. Nekünk addig jó, amíg ő ül a székbe. Úgyhogy kérem, nem várnak, március végén, áprilisi még kormányhatározat nincs, és elkezdik lebontani a... És hol? Rajkánál. Miért Rajkánál? Mert Granicki már hallott róla, látja a kemény vonalas Prága, és mindenek előtt látják a Szombathely Kőszeg térségében állomásozó szovjet haderő KGB-s tisztjei, meg tábornokai. Nincs tiltakozás. Nem küldi Stukalinbe. Nem csörög a vörös vonal az asztalomon. Mentünk tovább. Április 26-27. Megrepődtem a számon magam is. 10 000 szovjet katona hagyja el véglegesen Debrecen Kiskunhalas térségéből az országot. 10 000. Hoppá, ez az ember hallotta, amit én kértem. Nem lehet vele fölrúgni a megállapodásokat. Úgy kell viselkednünk, ahogy megbeszéltük. Május 2-a. Még mindig nincs aláírva a kormányhatározat. Május 2-án már körülbelül 2/3-át lebontották a határőrség a szögesdrótnak, meg a katonák. Nemzetközi sajtótájékoztató Hegyeshalmon. Na kérem, ez már a CDF-től kezdve, ez mindent, ez a világ sajtót bejárja, hogy mit csinálnak a magyarok? És még mindig nem írtam alá a kormányhatározatot, majd csak május 17-én teszem ezt meg. És akkor Horn Gyula látogatást tervez Bécsbe, és jön hozzám egy javaslattal, hogy a MOK titkársága azt javasolja, hogy... Tehát ez se a mi fejünkbe pattant ki. Ez a MOK, Alois MOK fejébe pattant ki, hogy mi lenne, ha a két külügyminiszter drótot vágna. Gyula, nagyszerű az ötlet, csak egy nagy baj van. Már nincs drót. Úgyhogy 200-220 méteren újjaépítettük a drótot, hogy ezt megtehessék. Mert ez a világ, tudtuk, hogy ez a világlapok első címoldalás fényképe lesz. És ha erre nem reagálnak keményen, akkor mehetünk újból tovább. Úgyhogy ez megtörténik. Aki a két fényképet egybe teszi, egy igazi szögesdrót fényképét, meg az Alois MOK Horn Gyula drótátvágós, hát ott látja a különbséget. Ők egy ilyen alumínium húzal csomagot vágnak át, faoszlopok között, de lényegtelen volt. A lényeg az volt, hogy ez a világ sajtót bejárja. És akkor jött a piknik gondolata a nyáron. De ekkor már június végén jönnek az első jelzések, hogy hát bizony itten az NDK-ból nem mindenki tart haza a 30 nap után. És a végén már a saját szememmel látom a vadkempingeket, Kozma Imre tábora a Zugligeti plébánián, meg kell nyitni Csillebércet és így tovább. Úgyhogy szépen a szűk körben meghányjuk, vetjük a dolgokat.
És ebben is jogállami alapon állva, tisztességgel, védhető módon kellett eljárni. És megtaláltuk azt a megoldást, hogy 6 hónapra fölmondhatjuk az NDK-val kötött, olyan, mint a románikkal kötött kétoldalú titkos szerződést, anélkül, hogy mi nemzetközi jogot sértenénk, tehát amit a fejünkre olvashatnának. Amikor ezt az asztalra tették, utána már gördült minden. A piknik ebben de nem a legfontosabb. Tehát tetszenek látni, hogy hány teszt volt, milyen szép sorban. A piknik előtt még Túrós András is él, tessék, ő volt az országos rendőrfőkapitány, meg lehet őt is kérdezni, nem fogja letagadni. 5 kilométeres körzetben kivonattam a piknik előtt a fegyveres erőket, a határ 5 kilométeres körzetébe. Nem lehettek ott. De tudtunk róla, hát persze, hát Jenei Gyuri, a másik tanácsadóm, másnaponta járt Kozma Imréjékhez, és ő hozta nekem a hibátlan magyarsággal és hibátlan németséggel írott cetliket, hogy piknik ekkor, így és így jutsz oda, ha itt vagy Csillebércen, ha itt vagy Zánkán, ha itt vagy, stb. Így kell oda menni. Hát ha egy pap nem hazud, nem mi gyártattuk a útbaigazítást, nem mi, nem a kormány. Megkérdeztem saját magam, Kozma Imrét. Imre, ti csináltátok? Hát egy papa szívére teszi a kezét, és mondja, hogy nem. Megkérdeztem Vranickijékat, mondom, ezt ti csináltátok? Nem. Már az események után megkérdeztem Horst Elcsiket. Nem tudom, a fényképe vagy a fizimiskája maguk előtt van, egy ilyen bozontos, 20-25-30, ki tudja hány évig vannak a dolgok titkosítva, ez volt az ő válasza. Tehát nagy valószínűséggel a német titkosszolgálat végezte el ezt a terepmunkát, nem tudom, de erre is fény fog derülni. Úgyhogy piknik után már sokkal megnyugodtabban és biztosabban a kockázatokat, a toleranciát, a tűrőképességet pontosan bemérve tudtam azt mondani Horn Gyulával, amikor meglátogatjuk Gimnikben a kancellárt és az ő külügyminiszterét, hogy meg fogjuk nyitni a határokat. Hát ez megtörtént. Én egy picivel hamarabb szerettem volna, mert ez se kis pénzbe került az országnak. Hát közben jött egy kis malőr, ezért is jó, hogy itt ül Kovács úr, mert egyik résztvevője volt. Ide látogatott augusztus végén Carsten Vogt, német szociáldemokrata párt elnök helyettese. Én, mint kormányfő, nem találkoztam a Carsten Vogttal. Minek? De hát Kovács Laci, Horn Gyula, Nyers Rezső pártelnök, ők találkoztak. Carsten Vogt hazamegy, és egyszer csak 11:30-kor csörög a telefon éjjel. Van a túlsó végén Horst Elcsik, és szemrehány nekem. Hogy mi történt? Kinek járt el a szája? Mondom, miről beszélsz? Hát arról beszélek, hogy. Ugye Carsten Vogt, mint vérbeli politikus, választási kampány van az NSZK-ba. Amit a Kovács Lacitól, Horn Gyulától, meg a Nyers Rezsőtől hallott, hogy hamarosan fontos döntés bejelentésre kerül, ő leszállt Bond repülőterén, és az újságíróknak szépen elmondta, hogy nekünk, szocdemeknek kellett elmenni azért Budapestre, hogy most már történjen valami. Na most én a szocdemekkel erről nem tárgyaltam.
egy kanyarba se. Így elillanik a bizalom, amit a kól irányába is felépítettünk, ha én nem lépek. Úgyhogy másnap megkérdeztem az urakat, kérem szépen, a Horn Gyula kivételével Kovács úr is elismerte, és Nyers is. Hogy igen, hát tudod, tartunk a szocinternacionálé felé, és a németek tagsági tagfételünk nélkül támogatni kell, hát valamit mondanunk kellett neki. Hát senki nem gondolta, hogy ez így fog elsülni. Na, egyedül Horn Gyula tagadta, hogy Miki, én. Hát, miközben tudom, hogy elmondta neki. Úgyhogy, hát ezután az történt, ami történt. A dátumot együtt lapoztam a másnapi telefon, miután mondtam, hogy majd hívjál vissza, holnapig tisztázom. Visszahívott, és elmondtam neki, hogy mi történt. Hát azt mondja, akkor most ne, mondom, nem, Horst, bár nekem az egyik tanácsadóm azt mondta, mert a piknik után egy dulakodásban meghal egy NDK-s, egy Schulz nevű, a osztrák-magyar határon. És a tanácsadóm az egyik azt mondta, hogy ne húzd az időt, a könyörgök, minden egyes élet a lelkeden fog száradni. De muszáj voltam húzni az időt, mert különben elveszítem, akikkel tárgyaltam, a bizalmat, a legfontosabbat a politikában, a tőkét. Úgyhogy Horst Elcsikkel lapozgatjuk, vagy lapozom én a naptárt, és ó, mondom, figyelj! De ő már megelőzött, azt mondja, mit szólnál 10-11? Odalapozok, mondom, nagyszerű. Mi a nagyszerű? Mondom, a Magyarországon vasárnap este az ország bő egyharmada, vagy 40%-a ott ül a televízióban, a televíziója előtt a Hét című magazinműsort nézi. Ebben fogjuk bejelenteni. Na, így született meg a 10-11. De hát én már ekkor, már én nem a német kérdéssel foglalkozom. Én ad acta tettem. Engem már ekkor a sarkalatos törvények átvitele és a sarkalatos törvények elfogadtatása a parlamentben, az igazság bevallása az adósságról, és annak az előkészítése foglalkoztat, mit és hogyan fogok a munkásőrökkel kezdeni, mert még azok is megvannak. Most csak hármat mondtam a sok-sok forró krumpli közül. Úgyhogy én ad acta tettem a német ügyet, és én nem tudtam, hogy Németországban választási kampány csúcsa járatva van. Arról hallottam, hogy a Kohlt meg akarják buktatni. Úgyhogy ezzel az egyetértésemmel, a Horst Elcsikkel való beszélgetéssel, én megmentettem Helmut Kohl fejét, mert Helmut Kohlnak ott már a borotvát megfenték, és a brémai kongresszuson ott lekaszabolták. Volt a ritaszizmus, Lothár Spéth, hagyd ne soroljam az akkori aspiránsokat, akik ki. Így Kohl megmenekült, mert bár ugyan Gimnikben megegyezünk, hogy majd a két külügyminiszter beszél. Ők kommentálják az eseményt, a Genscher és a Horn. Ott én ebbe beleegyezek. Mit ad Isten? A német oldalon ott áll a brémai kongresszusi palota lépcsőjén Helmut Kohl, húzzák, halasztják a nyitó sajtótájékoztatót, majd így áll a telefonnal a kezébe, hogy most jelenti Arnót, Arnótnak hívták, Arnót nagykövet Budapestről, amit a magyar külügyminiszter bejelentett. Mi szerint éjfélkor kinyitjuk a határt. Hát az összes kifent borotva, meg szabja, az mind porra hullott. Nem tudták megbuktatni Kohlt, és így lett. Hát én tartottam a szavam,
Mert Gyulát ez is izgatta, amikor én az időpontot elhalasztottam, rögtön átrohant, hogy ez azt jelenti, Miki, hogy te akarod bejelenteni. Nem mondom, Gyula, ott ültél. Hát megegyeztünk. Én adtam a tartom a szavam. Te fogod bejelenteni, de azt, hogy mikor, azt majd én megmondom neked. Úgyhogy ez történt Dióhéjban. Túl sokat beszéltem. Elnézést kérek érte, de tessenek elhinni, hogy nagyon fontos részleteket még átugrottam. Köszönöm figyelmet! Visszamenőlegesen ne csináljanak érdemeket maguknak azok, akik nem vettek részt az eseményen. A miniszterelnök úrtól most azt szeretném kérdezni, hogy egyetért, hogy ugye Horváth Istvánnak is, és Pozsgainak is komoly szerepe volt. Talán emlékeznek rá, azzal kezdtem, hogy röhely, ha egy ember magát kinevezi bárminek. Itt egy ország, egy nép vizsgázott, az ellenzéki pártok mindegyike támogatását élveztük. Történelem a csillagok állásának köszönhetően én ültem abban a székben, ahol viszont nem lehetett nem dönteni. Én döntöttem akkor, amikor kellett, de azok nélkül, beleértve a felsoroltakat és a fel nem sorolt sok-sok szervezet közreműködő szereplőjét, határőrségtől, a rendőrségen át, a civil szervezetek képviselőik. Anélkül ez nem mehetett volna végbe. Köszönjük meg egymásnak, legyünk rá együtt büszkék, és áldom a teremtést, meg a sorsot, hogy erre nekem lehetőséget adott. Az elmondott három előadáshoz, ha nekem is egy pillanatra föl lehet tenni a kezem. Én élveztem mind a hármatok kiegészítő hozzászólását. Kiegészítőt úgy értem, hogy én a határnyitásról beszéltem, főleg ti meg értelemszerűen kiegészítettetek engem és a rendszerváltásról. Amit én nagyon sajnálok, az két dolog. 30 év tapasztalata alapján visszatekintve. Nem fogtuk meg úgy egymás kezét, ahogy meg kellett volna, és adott pillanatban nem indultunk el közösen azon az úton, amelyiken el kellett volna ezt az országot indítani. Én reménykedtem abban, hogy Mécs Imre itt ül, emlékszik rá, az atomrakéták ügyét kivéve, és én úgy gondoltam, hogy Göncz Árpád, Vásárhelyi Miklós, Mécs Imre ott ültek velem szemben, én az összes bonyolult és kényes ügyet elmondtam nekik. Az atomrakétákat éreztem úgy, hogy hát ezt nem csöpögtethetem, meg nem mondhatom még meg nekik se, mert hogyha ez kimegy, pánik van az országban, pánik. Nem kell tovább vigyem a gondolatot, hogy milyen következményei vannak. Mi a következménye annak, hogy a Gorbacsovval felépített viszonyom az padlóra kerül? És hát hadd mondjam el, hogy azt a kifejezést használtuk nem egyszer, Imre, erősítsd meg, itt ülsz, különböző hajókban ülünk, de igyekszünk a hajót egy irányba terelve utazni. Ezt a mondatot használtam, és hosszas-hosszas beszélgetések után az a nap, amikor provokáció, lövés nélkül végre leszállt a nap, és tisztességgel eltemethettük mártírjainkat,
az egy nagy-nagy elégtétel volt a számomra, és megnyugvással töltött el. Csalódtam a 30 évben, mert nem úgy indultunk neki, ahogy én akkor reménykedtem, és nem azt láttam kiteljesedni, hanem a rövid távú, az Orromhegyénél tovább nem látó politikai érdekek szerinti politizálást. Én kutyám kölyke, Végtóninak ismerik talán az itt ülők zöme, a híres mondását, amikor valaki valahol nem felelt meg valamelyik poszton, akkor mindig tologatták a kádert. Hogy... És innen van a Végtóninak egy novellája is erről, a magyar titán. Hát felhívták, hogy oda küldjük, titán, tudtok vele valamit kezdeni. Úgyhogy ez egy olyan átok lett rajtunk, amiben én nem tudom, hogy a következő 30 év elegendő lesz a mentalitás, a lelkek, a hozzáállás átgyúrására. Ugye ez a híres Dárendorfi 3-6-os. 6 hónap elég volt a politikai rendszer megreformálására. Úgy nagyjából úgy 6 évre van szükség ahhoz, hogy a piacgazdaság pilléreit, a jogállamot megerősítve, elvetve a magjait, ezt ki. De ahhoz, hogy a lelkek, a nép, a mentalitás megváltozzon, ahhoz egy 6 évtizedre van minimum szükség. Most ebből mi 3-at, szabad úgy mondanom, már túléltünk, vagy megéltünk, és egy kicsit el is tékozoltunk. Hát csak reményeimet tudom kifejezni, hogy a következő 3 évtized szerencsésebb és jobb lesz. De ha így folytatódik, az egyoldalú tájékoztatással, a propaganda súlykolásával, a féligasságok ismétlésével, az egyének előtérbe állításával, a populizmus, a nacionalizmus felpörgetésével, ahogy ezt ma látom a folyamat, akkor bizony nem lehetek túl optimista a következő 3 évtizedre sem. Mert higgyék el nekem, ez nagyobb veszély és nagyobb károkozás az ország, a nép lelkületében és ítélőképességében, mint 10-szer annyi migráns áradat, mint amiről mostanában hallanak és beszélnek. Nem a migráns áradat a legnagyobb veszély, hanem ez, amiről az előbb szóltam.